Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. A város a Millenniumi Emlékparkban emlékezett a 99 évvel ezelőtt aláírt trianoni békeszerződésre és annak következményeire. Unger Tamás alpolgármester beszédében kiemelte, a magyarok csak akkor élnek túl mindent, akkor lesznek győztesek, ha összefognak és segítik egymást. A megemlékezés az Országzászló emlékműnél folytatódott, ahol koszorúzással emlékeztek az 1920-ban történt eseményekre. Kilencvenkilenc évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá az első világháborút lezáró békeszerződést, amelynek értelmében területének kétharmadát elvesztette a történelmi Magyarország. A Nemzeti Összetartozás napján a közel 100 éve történt eseményekre emlékezett a város a Millenniumi Emlékparkban. Magyar történelem egyik leghitettebb szerződése, a köznyelvbe csak történelmi paradoxonként békediktátum néven bevonult dokumentum tartalmát mindannyian ismerjük. Ismerjük az óriási területi és gazdasági veszteségeket, az ország lakosságának veszteségi arányait, magyar emberek megaláztatásának történeteit, és az elvesztett értékek felett érzett keserűség mélységeit, amely még sokáig elkísérte, olykor még napjainkig is elkíséri történelem elemzésünket. Tisztelt emlékezők! Ha a trianont kiváltó okokat keressük, az első világháborúig és az azt közvetlenül megelőző történésekig mindenképpen vissza kell mennünk. A fejlődésben felzárkózó államok, Németország, a monarchia és Japán gyarmatszerző igényei, a balkáni nemzeti államok etnikai problémái és a német-francia ellentét egyaránt hozzájárultak a világháború kirobbanásához, amelyben Magyarország csak közvetetten az osztrák-magyar monarchián keresztül nem külügyeiben független országként volt érintett. Sorsa azonban már a háború során megpecsételődött, hiszen vele szembe háborúba lépésük okán területi igényeket, tehát gazdasági előnyükhöz jutási kívánságokat fogalmaztak meg, saját nemzeti hatalmi pozícióikat megteremteni és megerősíteni szándékozó északi, déli és keleti szomszédai, amelyeket a győztes hatalmak igyekeztek is kielégíteni. A háború után a monarchia meggyengült, kormányát nem ismerték el méltó tárgyalópartnernek Trianonban, idézte fel az eseményeket az alpolgármester. 9 éve minden június 4-én, az összetartozás napján találkozunk itt, a Millenniumi Emlékparkban, amelynek fái és ösvényei a történelmi Magyarország legfontosabb városait, folyóit és határait jelölik. Nem a revizionizmus romantikája vezérel bennünket, és nem a hallgatás, elhallgatás, a feldolgozatlanság eszközét választjuk, ahogy tették ezt az elmúlt 74 évben. Azért jövünk, hogy kinyilvánítsuk. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, ennek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ahogy ezt június 4-éről szóló 2010. évi 45-ös törvény ki is mondja. Unger Tamás hozzátette, Trianon arra is megtanított bennünket, hogy a magyarok csak akkor élnek túl mindent, akkor lesznek győztesek, ha összefognak és segítik egymást. Határon túli magyar közösségeinket szerencsére továbbra is karakteres nemzetpolitika, oktatási, kulturális, ifjúsági, sport és egyre inkább gazdaságfejlesztési programok segítik. Ez az elszántság 9 nappal ezelőtt újabb széleskörű megerősítést nyert, és a nemzetek Európája azon belül a kisebbségek védelme mellett is ismételten letehette a voksát. Minden történelmi adat,
minden háború, minden békekötés, minden elvesztetés megnyert ügy mögött, és minden centiméter kiigazított határ mellett emberek vannak. Emberek, akik élni szeretnének, és azt akarják, hogy egyszer majd a szülőhazájuk földje fogadja be őket. Hangzik Mérei Katalin írónő gondolata. Ezek a határok az Európai Unióban részben már eltűntek. Részben csak látszólagosak. Azon kívül még létező, szigorú elválasztó vonalat jelentenek magyar és magyar között, de meggyőződésem, hogy minden emlékezéssel, minden gesztussal e határok falait bontjuk le. A megemlékezésen a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete énekkara, illetve a Tarci Lajos Általános Iskola első E és második E osztálya énekelt. A Trianon emléknap az országzászló emlékműnél folytatódott, ahol az önkormányzat, a megjelent pártok, a fegyveres erők tagjai, katonai hagyományőrző egyesületek, intézmények és civil közösségek helyezték el a megemlékezés koszorúit a 99 éve történt tragikus események előtt. A megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult. A pápai tankerületi központhoz tartozó devecseri, ajkai és pápai járás tanárait jutalmazták a múlt szerdai pedagógus napi ünnepségen a Tarci Lajos Általános Iskolában. A rendezvényen átadták a pedagógus szolgálati emlékérmeket, a pedagógus napi elismerő okleveleket, és idén először jutalmazták az iskolák kedvenc tanárait is, akiket a diákok választottak meg. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárra írják piros betűkkel, s nem csak a naptárnak van piros betűs napja. Az életed az másféle, láthatatlan ünnepeket is. A tankerületi központ második alkalommal szervezte meg pedagógus napi ünnepségét, melyen az intézményhez tartozó három járás tanárait, tanítóit, munkatársait köszöntötték. A rendezvényen a Tarci Lajos Általános Iskola diákjai és tanárai adtak ünnepi műsort. Az ünnepségen a megjelent intézményvezetőket és pedagógusokat Egyházi Andrea, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte. A munka és ünnepnapok változásában mennyi öröm és bánat, napfény és árnyék, siker és kudarc követte egymást, és sok erőfeszítés, hogy végül is az iskola egy örömteli hely legyen minden diák számára. Ünneplésünk elsősorban tudatosítás, helyünk, feladatunk, hivatásunk és küldetésünk tudatosítása.
még pedig a jövő szolgálata. Ez adja meg a munkánk társadalmi jelentőségét, és válteti azt a figyelmet, mert tevékenységünket kíséri. Jöhetnek, mehetnek különféle reformok, topzódhatunk a jobbnál jobb tankönyvekben, elérhetjük a legkörszerűbb tudást, a legfrissebb információt az interneten. Ha nincs olyan pedagógus, aki fényes lámpásként szeretettel világítja meg előttünk ezt az utat, akkor biztos, hogy nem érjük el azt a célt, amit kitűztünk magunk vagy gyermekeinknek. A magas színvonalú iskolarendszer, a jó iskola kulcsfontosságú szereplője a pedagógus, tette hozzá az igazgató. A pedagógusok szerepvállalása a gyermekek életében meghatározó, sőt, sok esetben hiányforduló, hiszen egyre nagyobb felelősségünk van a gyermekek iskolán kívüli problémáinak a megoldásában is. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, egy jó cselekedet, egy mosoly vagy ölelés, az őszinte érdeklődés, de akár csak a puszta meghallgatás, életre szóló hatást gyakorolhat a gyermekünkre. 20 vagy akár 30 fénylő szempársításával kell megfelelni a legnagyobb kihívásnak, a tudás átadásának, a tudásvágy felébresztésének, és képesnek kell lenni a saját életük példáján keresztül követésre méltó pozitív példa nyújtására. A pedagógus ott van diákai szavaiban, mozdulataiban, de magunkba pillantva is tetten érhetjük egy-egy régi, kedves tanárom, tanítom, szívünkre helyezett gondolatát és kitartását. Kedves kollégáim, hiszen, hogy az iskola működtesse bármelyik fenntartó, mindenkor érték és kultúrteremtő. Az elmúlt 6,5 évben a köznevelés átalakításában történő részvételünket azon fáradoztunk, hogy egy jó színvonal egységes, igazságos és méltányos, egyúttal érték és kultúra teremtő rendszer jöjjön létre az országban, és itt a három járásban is. Az iskola rendszer megújításának minden átfogó céljaként a gyermekek, a fiatalok fejlődésének előtérbe helyezését, a minőség emelését, az egész személyiség fejlesztését szolgáló nevelés megvalósításának szép feladatát tűzte ki célul valamennyi számára az oktatáspolitika új irányvonala. Úgy érzem, hogy a közös munka összekovácsol bennünket, a sok változás számos szép eredményt is hozott számunkra. Az ünnepségen adták át a pedagógus szakszolgálati emlékérmet, melyet Mász Tiborné somlóvásárhelyi és Csené Kronei Zsuzsanna kertai pedagógus vehetett át. Tankerületünk három járásában nagyon sok lelkes pedagógus van, akik összefogva a gyerekekkel és a kollégákkal számtalan szolgálásban kell bennünket, örvendeztetik meg kollégáinkat, intézményvezetőinket, fenntartójukat sport és tanulmányi versenyeredményekkel. A mai napon sor kerül azon pedagógusok munkájának elismerésére is, akik valamely területen értek el kiváló eredményt, végezték mindennapos munkájukat, amely alapján az intézmény vezetése oklevél átvételére terjesztette fel őket. Ne feledjük, hogy ezeken a versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákokra, diákok sikerei mögött felkészült tanárok és szakmai kiválóságok állnak. Az elismerő oklevél mellé tankerületi oklevelet, pedagógus napi emlékplakettünket és 20 000 forint pénzjutalmat is átvehetnek majd a díjazottaink. Pedagógus napi elismerő oklevélben részesült a pápai iskolákból Borsné Gajdacsi Krisztina, Nagy Tiborné, Kindertné Surányi Lívia, Molnár László, Nagy Gyöngyi Dóra, Szalainé Kálovics Erzsébet Ilona, Bostai Csilla, Molnár Lajos és Bödei Szabó Zsuzsanna. Idén a diákok szavazatai alapján minden iskolában megválasztották a tanév tanárát, akik pápáról Mátics Mónika, Bunda Valéria, Mészárosné Varga Veronika, Tóth József, Kömöcsi István, Kis Zsanett, Nagy Réka és Horvátné Árvai Mária lettek. ...1934-ben a Tapolca főiek emlékművet állítottak az első világháborúban elesett hősök áldozatai előtt tisztelegve. A település központjában álló emlékművet a közelmúltban felújították, s a 85 éves évforduló kapcsán úgy döntöttek, újra felszentelik. A ceremónia az egykori szentelés forgatókönyve alapján zajlott.
Az ünnepség a református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött, épp úgy, mint 1934. június 3-án. Apostol Pál református lelkész ige hirdetésében emlékeztetett a hősök áldozatára, akik a legdrágábbat, az életüket adták hazájukért. Emlékezni jöttünk ide, Isten házába. Emlékezni hősökre, a falu szülötteire, népünk és Európa tragédiájára, egy pokolian halálos orgiára, és utána beállt süket csöndre, ami oly sok rettenetet szült. Nincsen megtépázott hazában oly család, akik ne emlékeznének valakire, vagy ne őriznének féltett emlékeket a nagy háborúról, hősiesen küzdő szeretteikről, és ne lenne valahol, de szinte legendába menően, hogy a nagypapa hogyan s miként harcolt. Az istentisztelet után a közösség átvonult az emlékműhöz, melyet a tapolcafői részönkormányzat kezdeményezésére felújítottak, környezetét is rendbe tették. Az elmúlt egy pár évben sikerült az emlékmű környezetébe a rosszállapotú lépcsőt megjavítani egy térköves lépcsővel, és az elmúlt évben a városi emlékmű feljavítás sok keretében sikerült egy kicsit a betűket feljavítani, az emlékműnek az állagán javítani. Én úgy gondolom, hogy most ez ahogy az előbb egyik beszélgető partnerrel beszélt, 50 évig megint tudunk emlékezni ez ott az emlékmű előtt. Beszédet Unger Tamás alpolgármester mondott. Kiemelte, hogy a 20. század egyik legmeghatározóbb eseménye volt az első világháború, nem csak az áldozatok számát és fegyverarzenálját tekintve, de azért is, mert átrajzolta a határokat Európában. A veszteségek számbavételét követően Magyarországon majd minden településen állítottak emlékjeleket. A tiszteletadás az emlékezés üzeneteként, mely ma is érvényes. A 20-as évek végétől és a 30-as években is az első világháború hőseinek szinte minden településen emléket állítottak. Vagy egy emléktáblát, vagy ahogy itt Tapolca fönn, egy emlékművet, ráírva minden esetben, felsorolva minden esetben a település hősi halottjainak a nevét. Történelmi érdekesség a számomra, hogy ezt az emlékművet 1934-ben állították. Erről egyébként még a akkori Magyar Táviratiroda is megemlékezett. Tehát 4 évvel a II. Világháború előtt, és június 3-án, ami egy nappal van, a trianoni békediktátum évfordulója előtt. Én azt gondolom, hogy a tapolcafőiek ezzel egyértelműen kifejezték tiszteletüket, megbecsülésüket az első világháború hőseivel szemben, akik elhagyva településüket, elhagyva a családjukat, elhagyva a hazájukat sokszor, ismeretlen területre, ismeretlen emberek között harcoltak, és előfordul, hogy ismeretlen helyen nyugszanak. Az áldozatokat azt gondolom, az a meggyőződés vezette, amelyről az imént már istentiszteletben hallhattunk. Az a meggyőződés, hogy hazájuk, családjuk, településük érdekében el kell, hogy induljanak, fegyvert kell, hogy fogjanak, és harcolni kell a hazájuk érdekében. Ez a gondolkodás, ez mindenképpen tiszteletet követel. Tapolcafőiek, amikor ezt a emlékművet állították, kifejezték ezt a tiszteletüket. Ezt az üzenetet közvetítették számunkra, hogy a hősök örökké élnek, a hősök példát jelentenek, a hősök a 67 hős a 10 millióból, és ki tudja még itthon maradottak közül hány tapolcafői, mindazt üzenik nekünk, hogy ki kell állnunk a hazánkért, ki kell állnunk magunkért, családunkért. Most, hogy mai napon ezt az emlékművet újra szenteljük és újra megáldjuk a jelenlévőkkel, illetve a falu lakosságával együtt, azt gondolom, mi is kifejezzük a megbecsülésünket, a tiszteletünket a hősökkel szemben.
Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet bátran lehet vállalni, bátran vállalhatjuk. Amikor hazamegyünk, mondjuk el ezt a családunknak, mondjuk el a hozzátartozóinknak, a barátainknak, emlékeztessük őket arra, hogy élt egyszer 67 tapolcafői, aki megtett mindent annak érdekében, hogy Magyarország maradhasson. Tisztelet a hősöknek! A beszédet követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az emlékművet, majd a résztvevők elhelyezték a tiszteletadás koszorúit és virágait az emlékmű talapzatánál. A 30. alkalommal szervezték meg a Vörös Sándor Általános Iskolában a pápai dráma műhelyt. A program az iskola és a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatósága közös rendezvénye volt. Az érdeklődők ezúttal nem bemutató órákat láthattak, hanem előadásokat hallhattak a drámapedagógia magyarországi kezdeteiről és a jövő feladatairól. A megjelenteket Véseiné Kárpáti Ágota intézményvezető helyettes köszöntötte, felidézve az iskola drámapedagógiai hagyományait. Dr. Balogné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatóságának igazgatója elmondta, szeretnék minél hatékonyabban támogatni a közművelődést. Veszprém megye az amatőr színjátszás területén komoly hagyományokkal bír, azonban az utóbbi időben megfogyatkoztak a csoportok. Szeretnék újjáépíteni ezt a területet is. A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megye igazgatósága a közművelődés segítését szeretné a megyében minél hatékonyabban megoldani, és ennek érdekében számos olyan projektet indítunk, ami a helyi közösségek támogatásáról szól. És hát nem csak nekem szívem csücske a színjátszás, hanem azt hiszem, hogy a megyében is az egyik legnagyobb hagyományú amatőr művészeti terület, az az amatőr színjátszó csoportok ügye. Ez a megye kiemelkedő volt néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt, még a színjátszó csoportok számát tekintve, az itt dolgozó drámapedagógusok, csoportvezetők munkájának minőségét tekintve, és mi szeretnénk, hogyha ez a hagyomány, ez élhetne tovább. Ugye mára sajnos azt látjuk, hogy erősen megfogyatkoztak a színjátszó csoportok, a vezetők egy része is ugye már nyugdíjba vonult, vagy más területtel foglalkozik, úgyhogy itt elég sok teendő van ezen a területen, hogy egy picit újra tudjuk építeni az amatőr színjátszást a megyében. És mi azt gondoltuk, hogy ebben akkor járunk jól, hogyha együttműködő partnereket keresünk, és megkeressük azokat az intézményeket, azokat a szakembereket, akik nagy tapasztalattal bírnak ezen a területen, és egy olyan közösséget, egy olyan műhelyt hozunk létre, ami közös gondolkodásra biztosít lehetőséget mindenkinek, aki érdeklődik. Reményeink vannak, hogy talán sikerülhet ezt a területet újraépíteni, mert hiszen a megváltozott kulturális szaktörvény minden település számára kötelezővé teszi a közművelődés támogatását, tehát egy új helyzet állhat elő, hiszen ez azt fogja jelenteni, hogy a legkisebb faluban is lesz művelődési ház, biztosítani kell közművelődési alapszolgáltatásokat, legalább a közösségek segítését, és dolgozik szakember. És azt hiszem ez a legfontosabb, hogy legyen egy hely, és legyen egy ember, aki lehetőséget biztosít, úgyhogy mi most ezen a szép fejlesztő munkán indultunk itt el, és hogy éppen Pápán annak meg aztán külön nagyon örülök, hiszen itt meg rendkívül gazdag hagyományai és nagy szakmaisága van ennek a területnek. Az NMI Veszprém megyei irodája együttműködő partner volt a pápai drámaműhely megszervezésében, mely jubileumi alkalom. Nagyon jó jött ki a 60. iskolai évfordulóhoz, éppen most van a 30. drámaműhely. Egy picit visszatekintünk az elmúlt sok-sok évre, és előre is tekintünk, hiszen ez a mai generáció, ez a mai gyerek társaság egészen más, mint a 25-30 évvel ezelőtti gyerekek. Nem bemutató órákat terveztünk most, hanem előadókat hívtunk, olyan előadókat, akik vagy nagyon régóta
drámáznak, és tőlük tanultuk mi is annak idején Szegény Tegyi Tibivel a drámát, ők fertőztek bennünket, vagy olyan maiak, akik az új generációt próbálják ezen a módon megközelíteni. A műhely első előadója Szűcsnél Pintér Rozália drámapedagógus volt, aki a drámás kezdetekről beszélt. Én a 80-as évek közepén kerültem kapcsolatba a drámapedagógiával, de el kell mondanom, hogy akkor még ezt a fogalmat nem használtuk egyáltalán. Kreatív játék, életjáték, tehát hogy ilyen megfogalmazásokat használtunk, és elsősorban a színjátszásban használtuk, alkalmaztuk a szituációs játékokat, az improvizációt, az életjátékokat, a különböző készségfejlesztő játékokat. Azt azért meg kell említenem, hogy nem akkor datálódik tulajdonképpen a drámapedagógia kezdete Magyarországon, hanem valamikor a 70-es években a Pécsi Gyerekszínjátszó Fesztivál kezdett beszivárogni a külföldön járt szakembereken keresztül angol, illetve cseh közvetítéssel angol drámás irodalom, ami tulajdonképpen a pedagógiában használt drámát jelentette. És innentől kezdtek el ezen gondolkodni, hogy ez milyen jó lenne bevinni az iskolák falai közé, tehát nem csak a színjátszó csoportokba, hanem a tanításban is, hogy hogyan lehetne ezeket a módszert hogyan lehetne használni. Elsősorban a közösség alakításban, a gyerekeknek a kreativitás fejlesztésében, beszédkészség fejlesztésében, egyáltalán az egymással való és külvilággal szembeni kommunikálás elősegítésében volt ez nagyon fontos. A Vörös Iskola drámatanárai Szűcsné Pintér Rozália egy környezetismeret óráján találkoztak először a drámapedagógiával. Arra emlékszem, hogy amikor Pintér Rozi eljött ide nekünk, 93-ba egy környezetismeret órát tartani, és a földön ültek a gyerekek, és csoportban dolgoztak, és tátott szájjal néztük, hogy aztán a másfél óra elteltével kiválóan tudták a foglalkozásokat, mert az volt a téma akkor éppen, és akkor úgy mondtuk, hogy úristen, így is lehet, és fegyelem van, és dolgoznak, és ma meg ez teljesen megszokott, hogy már nem három padsor, hanem csoportokban dolgozunk tanórákon is, hogy amivel meg modernebb, hogy ma már használjuk hozzá a technikai vívmányokat is. Ha tovább akarunk lépni, akkor muszáj lesz valahogy a gyerekeket a kapcsolatteremtésre vissza irányítani, hiszen a világhálón kommunikálnak, nincs igazi személyes kapcsolatuk. Azt hiszik, hogy akikkel csetelnek vagy leveleznek, ők a barátok. Aztán közben ott a sok veszély. És a dráma ebbe tud segíteni, én azt látom, hogy élethelyzetekben próbálnak ki, amit a valóságban egyre inkább nem. És talán húz egy párhuzamot a két világ között. A dráma műhely előadója volt még Mudra Judit óvodapedagógus, Lampért Helga és Pulai Robertné drámapedagógus, Balatoni Mónika a Pannon Egyetem oktatója, és Komáromi Sándor drámapedagógus a Pannon Egyetem mesteroktatója. Több olyan kutatásban is hellyel közzel részt vettem, amely a generációs marketingről szól, ezért nagyon érdekes tapasztalataim vannak az ott szerzett eredményekből, ami a Z generáció, az alfa generáció, vagyis ebben a közösségi médiás világban, az okostelefonok világában felnövő generációnak a különböző szokásairól, a játékhoz való viszonyáról, a belső képalkotásról, illetve az egész okostelefonos világhoz való hozzáállásról szól. Tehát miben változott a generáció az inger környezetnek köszönhetően, és hogyan tudjuk ezt akár segíteni, akár ellenpontozni drámás eszközökkel. Kevés a válasz még ezekre a kérdésekre, hangsúlyozta a szakember, hisz nagyon fiatal még az internet és az okostelefonok generációja. A következmények még nem láthatók. Én azt gondolom, hogy attól, hogy most a világunk ilyen, és az inger környezetünk ilyen, vannak olyan alapvető emberi dolgok és szükségletek, amik viszont nem változtak az idő kezdete óta. Az ember megpróbálja kifejezni magát, megpróbál társas közegbe illeszkedni, megpróbál társat találni magának, legyen ez barátság, szerelem, családot alapít, és a többi, és a többi, és hát ennek bizony vannak stratégiái, vannak
nehézségei, és hát mindenkinek külön-külön meg kell küzdeni azért, hogy ezekben az alapvető emberi feladatokban helytálljon. A konfliktusok lehet, hogy másból fakadnak, de ugyanolyan érzelmi alapon működő helyzeteket eredményeznek, mint 200 évvel ezelőtt. Az egyén és a hatalomhoz való viszony szerintem szintén egy ilyen dolog. Hát ezekre mind-mind a dráma, a színház világa, az alkalmazott játékok világa képes valamilyen választ adni. Több előadó is hangsúlyozta, hogy meg kell tanítani a gyerekeket okosan használni az eszközeiket, s megmutatni, hogy az emberi valós kapcsolatok mennyivel gazdagabbak a virtuális világnál. Bauer Tibor a pápai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője kapta az év pápai rendőre címet idén a város önkormányzatától. Az alezredes több mint 20 éve dolgozik rendőrként, az elismerést a múlt évben végzett elkötelezett kiváló munkájával érdemelte ki. A kitüntetést a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság rendőrnapi ünnepi állománygyűlésén vehette át az alezredes. Több mint 20 évvel ezelőtt kezdte meg rendőri pályafutását Bauer Tibor rendőr alezredes, aki a kezdetektől a pápai rendőrkapitányságon dolgozik. Mint minden kisgyerek ugye az egyenruhás pályákért érdeklődik, de valójában a szakközépiskolai éveim alatt voltak olyan osztálytársaim, akiknek a bátyjaik rendőri pályát választottak, és onnan hallottam azt, hogy nagyjából miről szól ez, elkezdett érdekelni, és ezt követően a különböző nyílt napokon lehetett megismerkedni a rendőrtiszti főiskola, a rendőrszakközépiskolának a programjaival. Elmentem, meghallgattam, és utána alakult ki ez a döntés. Érettségi után végezte el a rendőrszakközépiskolát, 1998 nyarán szerelt fel, főiskolai diplomáját pedig már állományban lévő rendőrként szerezte meg. Pályafutását őrmesterként járőri beosztásban kezdte a pápai kapitányságon, és az évek folyamán végigjárta a ranglétrát az osztályvezetői kinevezésig. Amikor elvégeztem a rendőr szakközépiskolát, akkor először már járőrként neveztek ki, azonban ügyeletesi feladatokat is el kellett látnom, tekintettel az akkori hiányra. Egy olyan időszakot élt meg a rendőrség, amikor többen távoztak a testülettől, és akkor ügyeletesként számított rám az akkori kapitányság vezető. Ez nagy megtiszteltetés volt, hisz általában ez komolyabb szakmai tapasztalatot igénylő beosztás, és néhány év ügyeletes tevékenység után mindenképpen szerettem volna kint a közterületen dolgozni, és így adott lehetőségem arra, hogy Marcaltő térségében körzeti megbízotti feladatokat láttam el. 2005-ben a körzeti megbízotti alosztály vezetésével bízták meg felettesei. Akkori változások a kapitányságon lehetővé tették, hogy alosztályvezetőként teljesítsek szolgálatot, majd az idő múlásával és a szakmai tapasztalatok megszerzésével 2011-től pedig osztályvezetői beosztásban teljesítem a munkámat. Igazából azt mondhatom, hogy a rendészeti szakterületnek a legtöbb szegmensére volt lehetőségem rálátni az elmúlt 20 évben. Mindez sokat segít abban, hogy mostani feladatkörét hatékonyan, eredményesen lássa el, hiszen jól ismeri a közrendesek mindennapos feladatait. A közrendvédelmi osztály egyébként a kapitányság legnagyobb egysége, közel 70 rendőr tartozik ide. Három alosztály tartozik ide, igazából az a járőr szolgálati alosztály, amivel a bejelentők leginkább találkoznak, hisz a 112-es segélykérőre érkező bejelentések kapcsán ennek az alosztálynak a munkatársai reagálnak elsődlegesen. A körzeti megbízotti alosztály az a vidék, főképpen a vidéki településeknek a közbiztonságáért felel, ők testesítik meg a rendőrséget a településeken, és a határrendészeti alosztály pedig az mellett, hogy közönvédelmi ellenőrző járőri feladatokat ellátnak, a Bátó légi bázissal kapcsolatos határnyitási, illetve határkezelési feladatokban vesznek részt. Osztályvezetőként a szolgálatszervezés ellenőrzés, a kapitányság más osztályaival való együttműködés és a társszervekkel való kapcsolattartás mind-mind a feladatkörébe tartozik. Hát a napi munka az összetett, alapban természetesen különböző kapitányságról érkező
iratoknak a kezelése, illetve osztályozása, hogy melyik szakterületünk az, aki ezzel foglalkozni fog. De ez mellett a kapcsolattartások, az egyeztetések a kapitányságon belüli vezetőkkel, illetve azon kívül, illetve hát jelentős mértékű kötelezettsége van minden vezetőnek az ellenőrzés terén. Így a munkatársak munkavégzése, a munkafolyamatoknak az ellenőrzése, az okmányok, iratoknak a kontrollálása, a revíziója, ez mind ehhez a munkához tartozik, illetve olyan tervek készítése, részétel különböző megbeszéléseken, ami főleg a városunkat, illeti esélyterületünket érintő nagyobb, komolyabb rendezvények, események rendőri biztosításának a megszervezéséhez szükséges, és talán az egyik legkomolyabb feladat az, hogy az alosztályok, amik az osztályhoz tartoznak, ezeknek a munkatársainak a szolgáltat úgy törekszünk megszervezni, hogy mindig minden napszakban, illetve a hétvégi időszakban is lehetőleg a szükséges erő az mindig rendelkezésre álljon, természetesen ahhoz igazítottan, hogy milyen feladataink vannak. Bauer Tibor rendőr alezredes számára a kikapcsolódást a családjával együtt töltött idő és a kertészkedés jelenti. A szabad időmet, ami van, azt igyekszem a családommal tölteni, illetve a kertészkedést, a szőlészet, borászat az, ami hobbi szinten érdekel, nagyon amatőr szinten, de ezzel szeretek foglalatoskodni. Ez az, ami kikapcsol, szeretek kint lenni a természetbe, akár ezen kikapcsolódás során is, és ott tényleg az ember kitisztul, megnyugszik, nem búgnak a számítógépek, úgyhogy ez le tud pihentetni, igen, erre szükség van. Az évrendőre kitüntető cím elnyerése meglepetés volt számára, mesélte. Azt gondolom, ez nem csak nekem, ez bármelyik pápai rendőrnek, aki ezt a címet elnyeri vagy elnyerte, ez nagy megtiszteltetés, váratlanul ért, nem számítottam rá, úgyhogy ez igazán tényleg hízelgő szakmai munka után egy ilyen elismerés. Én úgy gondolom, hogy sikerült az elmúlt években stabilabb, jobb közbiztonságot szolgáltatnunk. Ez nem csak statisztikai számokban mutatkozik meg, hanem egyre több ilyen visszajelzést is kapunk. Természetesen vannak, akik elégedetlenek, illetve tesznek olyan észrevételt, hogy hol lehetne még ezen javítani. Ezen vagyunk, erre törekszünk. És azon kívül, hogy a külső szervekkel azt gondolom, hogy jól tudtunk az elmúlt években együttműködni, hogy kapitányságon belüli többi osztállyal is jó együttműködést alakítottunk ki, és valóban én hiszem és azt gondolom, hogy egy vezetőnek az elismerése mindig a szervezetének az elismerését is jelenti, hisz az én munkám az nem lenne teljes anélkül, amit a többi kollégám hozzá nem tesz. Értem ez alatt a közvetlen vezetői munkatársaimat, de ugyanúgy az utolsó járőr, a körzeti megbízottak, mindenki ehhez nagy mértékben hozzátett, hogy én ezt az elismerést megkaphattam a várostól. Az osztályvezető büszke rendőrei munkájára és az elért eredményekre, de tudja, ez a munka sosem ér véget, és nap mint nap tenniük kell a pápaiak és pápa környékiek biztonságáért, a közrendjének megőrzéséért és javításáért. Ferenczi Alpár a Református Gimnázium igazgató helyettese és Kondics Gergely a művészeti tagozat vezetője volt a vendége a kávéházi beszélgetések 9. alkalmának. A pedagógusokkal Mátyus Alisz beszélgetett a múzeum udvarán. A humorral átszőtt, jó hangulatú program során szó esett hivatásról, hitről és családról is. Ferenczi Alpár refis diák volt, 1993-ban került pápára a családias intézménybe, ahonnan aztán az ELTE-re vezetett az útja. 93-ban kezdtem itt a tanulmányaimat. Az Ajkő gyülekezetből jöttem ide. Az Ajkő gyülekezet akkori lelkipásztora, Csizmadi Lajos nagytiszteletű úr, az államosítás előtt diákja volt a refinek, és sokat hallottunk tőle az iskoláról, és az újraindulást követően az Ajkő gyülekezet is nagy támogató volt az iskolának, és így valahogy természetesen adott, hogy ide jöjjünk. Hárman is jöttünk, akkor egy osztályba is kerültünk, egy évfolyamban voltunk. Milyen volt annak idején a gimnázium? Nagyon családias volt.
mi voltunk a harmadik évfolyam, mindenki ismert szinte mindenkit, összetartottunk, még csak az egyik szárny volt az iskola tulajdona, és a második évben lett az egész épület a miénk. Én röviden úgy tudnám jellemezni, hogy családias. Érettség után az ELTE-re nyertem felvételt fizika környezettantanár szakra. Ezt 5 év alatt abszolváltam, és onnan pedig a Szentendrei Református Gimnáziumba kerültem. Fizika földrajztanárként kezdtem a pályámat. És aztán visszakanyarodott az útja ide pápára. Hogyan, miként? 16 évet tanítottam Szentendrén, és a tavalyi év tavaszán kaptam a megkeresést Marát Julianna igazgatóasszonytól, hogy mi lenne, ha jönnék, hogy együtt belevágjunk ebbe a feladatba. És hát úgy gondoltam, sokat gondolkoztunk róla, hogy valamit visszaadhatok talán, amit én kaptam az iskolától, és így én ezt egy elhívásnak éreztem, és szívesen jöttem. Most visszatért igazgatóhelyettesnek az egykori alma máterbe. Mi minden változott? Mi lett más, és van-e, ami maradt? Egykori refésként egy másik református iskolába bemenni, és az ottani szokásokat, hagyományokat átvenni, megélni. Most, hogy visszakerültem, itt volt egy kicsit furcsa, de valóban az, hogy mégis egy ismerős környezet volt, hamar bele szoktam. Hát megújult az épület, az egy fantasztikus dolog és ajándék az iskolának. Nagyon sok hagyományunk ugyanaz, ugyanakkor indult egy művészeti képzés, ami újdonság számomra. A diákság ugyanolyan nyitott és ugyanolyan, mondhatom azt, hogy családi hangulat van most is az iskolában. Mint mondta, fontos, hogy a gyülekezetekkel élő, jó kapcsolatot ápoljon a Pápai Református Gimnázium, hogy valóban a Dunántúli Református Egyházkerület iskolájaként tartsák számon. Hozzátette, az oktató-nevelő munkában fontos az innováció lendülete, de a hagyományok tisztelete is. Én azt gondolom, hogy pedagógusnak elsősorban példaképnek kell lenni, emellett a szaktárgyi tudás természetesen nem egy utolsó szempont. Én mindig a tisztelet és az egymás szeretetére igyekeztem nevelni a diákjaimat, és én azt gondolom, hogy ezt tartom a legfőbb értéknek. Az idén megfogalmaztunk egy új szlogent, hogy hagyomány és megújulás, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba megyünk, és ebbe az irányba van tennivalunk, hiszen nem vehetjük ki magunkat ebből a világból, hiszen itt ebben a világban élünk. Erre a világra nevük a diákjainkat, hogy ebben helytálljanak, de emellett nagyon fontos a keresztény hit és a református hagyományok, hiszen az innováció valóban az oktatás terén jelenik meg, és a hagyományos értékeink, a család, munkaszeretet, azokat nagyban segíti a hit. Kondics Gergely litéri fiú, ott kóstolt és szeretett bele a néptáncba. Ugye ott azt mondják, hogy valaki vagy táncolt, vagy táncolni fog, vagy éppen táncol. Ez egy elég határozott, a régóta működő néptánc együttes van, most ünnepli a 60 éves évfordulóját, tehát ez egy elég komoly brigád, és akkor oda kerültem be, hogy az öcsémet leküldte anyukám táncolni, aztán menjél le te is egy 2 hónap múlva, és akkor ott ragadtam, aztán onnan ugye hát Veszprém volt az első olyan nagyobb műhely, ahova bekerültem, először a Veszprém táncjüttes, aztán utána a Kurázsi tánc együttes, és innen lett az, hogy így a néptáncos szakmában onnan már a táncművészetire felvételiztem. Tehát teljesen amatőr közegből, nem szakgimnázium vagy ilyesmi közegből érkeztem bele, most már ebbe a szakgimnazista létbe. Tehát ez a elég rövid és hirtelen szakmai életút az ez. Igen. Hogy kerültél pápára? Pápára úgy kerültem, hogy a táncművészetinek partneriskolája az itteni alapfokú művészeti iskola, és akkor ide jöttem órát látogatni, meg hospitálni, és ilyen gyakornoki időket eltölteni, amiket már a pedagógus képzésen kellett, a táncműnek a mesterképzésén, és akkor így ragadtam itt, hogy a szakgimnázium utána megkeresett, hogy akkor mi lenne, ha, és akkor amikor megvolt a mesterdiploma, onnantól a szakgimnázium alkalmazásában vagyok. Jelenleg 52 néptáncos diák van a refiben. A képzés magas színvonalú, de igyekeznek a diákok igényeihez és tehetségéhez igazítani. Aki profinak készül, annak abból kutya kötelességünk profit csinálni,
csúnya szóval, de végül is faragni. Igen, tehát őt az el kell képezni, a többieket, akik mondjuk éppen nem profinak, hanem mondjuk oktatónak, táncos oktatónak, vagy egyszerűen teljesen másnak készülnek, őnekik pedig egy olyan talajt kell adni, ami a én szerintem ezt a gondolkodó és a fejet használó néptáncos létet, vagy néptáncos tudást próbálom átadni. Próbáljuk itt mindannyian átadni, szerintem akik itt néptáncot tanítunk. Tehát ez valahogy ez a kettős cél szerintem van. Én nagyon úgy vagyok vele, hogy azért nagyon sok mindent, nem az, hogy hárítok magamról, de átteszem a tanulókra azt a döntést, hogy ők most te hivatásos szeretnél lenni, és akkor megbeszéljük a hivatásos életmódnak, tehát a professzionális táncos életmódnak azokat a nehézségeit, meg szépségeit, amik vannak. És akkor ők ezt valamennyire azért a 17-18 évesen, ha még nem is látják át, de már átérzik egy picit. Aki meg a tanári, vagy ilyen oktatói pályafele kacsingat, vagy csak egyszerűen ezt szeretné az életébe beilleszteni ezt az 4-5 évet, ugye attól függően, hát inkább 5 évet, ő neki meg egy olyan táptalajt adni, ami így megadja azt, hogy ez nem csak annyi, hogy ugrálunk, hanem hogy azért határozottan használni kell az agyunkat is. Nagyon, nagyon határozottan ott vannak azok, akik kacsingatnak a professzionális pályafele. Most is a 12. 13. többen, tehát igen, 4-5 azért az elég jó arány szerintem ahhoz képest, hogy ugye nincsenek nagy létszámú osztályaink még. Ez fontos, ez a még, remélem majd lesznek. Nagyon el vagyunk itt zárva, így szakgimnázium terén, tehát ugye itt a Dunántúlon mi vagyunk az egyetlen, ez előny is lehetne, de majd alakul. Hát még egy fiatal művészeti szakgimnázium, tehát az a cél, hogy egy kicsit jobban benne legyünk a körforgásba, és hát ha akkor mondjuk kétszer-háromszor ennyi gyerekkel tudnánk dolgozni, az nagyon jó lenne. Hogyan lehet ezt megtenni? Mindenképpen szerintem meg kell jelennünk minél több ilyen dunántúli fesztiválon meg lehetőségeken, ez talán most elkezdődik, vagy reméljük, hát megpróbálunk ugye minél több ilyen szervezőt felhívni. Most voltunk Tésen, ez volt az első, amikor az én vezetésem alatt már kimozdultunk Pápáról, mert azért itt elég gyakran szerintem meg tud jelenni a szakgimnázium, de most Tésre mentünk el egy viszonylag nagy fesztiválra, tehát több ezer néző azért ott volt, és az elég jól megfordult. Aztán hát az internet az sajnos ilyen, hogy ez nagyon kell hozzá, úgyhogy ez a cél. A legfontosabb persze pedig az, hogy a diákok vigyék a jó hírt. Tehát, hogy lássák azt, hogy itt tényleg mind szakmailag, mint a közismereti, tehát a középiskolás tanulmányaikat azért jól és minőségien tudják végezni itt a tanulmányaikat. Tehát nem csak az van, hogy itt csak táncolunk, hanem az van, hogy itt azért itt tanulni is kell keményen. Tehát ez mindenképp egy pozitívumként kell értékelni, bár a középiskolások azért ismerik őket, hogy mindent is szeretnek kivéve a tanulást. Az, hogy egy egyházi intézmény ad otthont ennek a szakképzésnek, szakgimnáziumi képzésnek, az szerinted fontos-e? Vagy ad-e pluszt, vagy mit jelent ez számotokra? Hát mindenképp ad egy pluszt, főleg a közösségi létnek a megismerését. Ugye, tehát a táncos közösségek mindig is egy zárt közösségek voltak, amik hát nehezen nyitnak sajnos, de ez ilyen, tehát ezt én így amatőrként is tudom. Viszont van egy olyan közösség, ami e fölött van, ugye, tehát az egyházi, református egyházi közösség, ami meg egy teljesen befogadó minden irányból, úgyhogy ez szerintem nagy segítség, hát ha a gyerekek is átérzik, meg hát a mi néptáncosok is, mint most magamról beszélek, így tudunk nyitni, bár viszonylag nyitott vagyok ilyenekre mindig. Úgyhogy szerintem így nagyon sokat tud ezáltal segíteni, tehát a közösségi szemlélet kialakításával. Egyébként is az lenne a cél, hogy mert egyedül úgysem marad senki talpon, tehát hogy valami összekovácsolódás az, ami elindul, és itt ez megvan elég határozottan. A kávéházi beszélgetéseknek ez volt az évad záró alkalma. Mátyus Alíz szeretné folytatni a sorozatot 2020. januárjától a város katolikus intézményeinek, közösségeinek vezetőivel beszélget.